sikeres évet zárt nagylak. A kezdő költségvetés 110 millió forint körül alakult, ez azonban a támogatásoknak köszönhetően duplájára nőtt, 225 millió forinttal zárta a település a tavalyi évet. Ebből körülbelül 109 millió csak a Magyar Falu programos tenderekből folyt be az önkormányzat számlájára. 10 beadott pályázatból 8-at megnyertek. Kolozsvári Rozália stábunknak elmondta, novemberben át tudták adni a Pacsirta utca 16 millióból felújított, mintegy 250 méteres szakaszát. A polgármester hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy végre hozzákezdhetnek az egészségház bővítéséhez. Megtörténtek az árajánlat bekérések, és a testület már döntést hozott a kivitelező személyéről. Ott még nem kezdődtek meg a munkálatok, hiszen a, a várjuk a tavaszt, hogy el tudjuk kezdeni. Ez egy körülbelül 50 négyzetméterrel fog bővülni az, önk, az orvosi rendelőnk, és a védőnő kap egy új kis szobát, mozgáskorlátozott mosdó lesz kialakítva, és egy kis váróterem is lesz külön a babák számára. A jó idő beköszöntével a ravatalozó felújításához is hozzákezdhetnek, a temetőnél parkolókat alakítanak majd ki, de beszerzés alatt állnak azok a kommunális eszközök is, amelyek a közfoglalkoztatottak munkáját teszik majd könnyebbé. Egy millió forintot nyertek falunap szervezésére, és a helyi fociklubbal közösen sporteszközökre is sikeresen pályáztak. Kolozsvári Rozália hozzátette, tartalékristáról kaptak forrást a művelődési ház fűtéskorszerűsítésére és parkolóhelyek kialakítására is. A polgármester Mondta, január 3-án nyíltak meg a Magyar Falu program új lehetőségei, ezekkel szintén szeretnélni a község vezetése. Szeretnénk megpróbálni újra a falubuszt, ami az itt a tavalyi évben nem sikerült, illetve szeretnénk közösségépítő bérére és a közösségi rendezvényekhez kapcsolódó eszközöket beszerezni. Szeretnénk járdaépítésre pályázni, a rossz járdáinkat szeretnénk javítani, egy útfelújítási pályázaton is gondolkodunk még az Orgona utca felújításán. Most kibővült az önkormányzati ingatlanoknál egy hatodik alprogrammal a Magyar Falu program, és itt a kommunális és a kis buszunknak szeretnénk garást építeni, meg felújítani a meglévő műhelyeket, illetve eszköztárolókat. A január 15-i határidő előtt két topos pályázatot is beszeretnének nyújtani. Ezekből a soron a csapadékvízelvezető rendszert korszerűsítenék, valamint a művelődési házat és a közösségi teret újítanák fel energetikai szempontból.